Elálló fülű, gombszemű, mindössze 10 g-os apróságok születtek a Nyíregyházi állatparkban. Az aranykezű tamarinok leginkább egy kismajomra hasonlítanak. Bundájuk fekete, mancsuk aranybarna színezetű. Az élesebb szemű látogatók már megnézhetik a még szüleiken csüngő újszülött ikerpárt a Nyíregyházi állatpark Viktória házában. Zavarodottan és gyanakodva méregeti a gondos anyuka az őt pásztázó kamerát, apróságai a hátán csimpaszkodnak szünet nélkül, ami igencsak megterhelő, hiszen a felnőtt állat is mindössze 200 g. Ikerpár jelenleg 3 hetes, és testsúlyuk elég nagy a szülőpárhoz képest, ezért mind az apa, mind az anya állat szokta hordozni az apróságokat. Jelenleg még anyatejjel táplálkoznak, de hamarosan gyümölcspürét és csirkemellet is fognak kapni. A koboltszerű, fekete színű, apró majmocskáknak is aranybarna már a tappancsa. A faj tudományos neve Midász király ókori legendájára utal. Midász volt az, akinek minden aranyjá változott a kezében. Az aranyszőrű tamarinok nagyon aktív állatok. Néhány órás alvástól eltekintve egész nap izegnek, mozognak. Egy-három utódot hoznak a világra. Annyira kistestű állatok, hogy napi többször kell, hogy takarmányt kapjanak. Így egyszer kapnak húsféléket, illetve különféle gyümölcsöket, a második etetésre pedig egy speciális péppel látjuk el őket, amit majd később az utódoknak is elkezdenek etetni. A kicsik most még elválaszthatatlanok az anyjuktól, ezért a gondozók sem tudják megvizsgálni őket, így egyelőre nem lehet tudni a nemüket, és a súlyukat is csak később tudják majd megmérni.